Második hete készül a nagyesedi futballcsapat, amelyet továbbra is Opre Mihály irányít, de játékos edzőként Ádámszky Róbert is segíti a szakember munkáját. A megyei másodosztály Kelet-Magyarország csoportját 100%-os teljesítménye megnyerő együttestől többen elbúcsúztak, Török István az NV3-as Nyírbátorhoz igazolt, mellette több korábbi kulcsemberét is elvesztette a csapat. Balogh Gyula sajnos, az nagyon sajnáluk, Ibrányt választotta, nem tudom milyen okból, biztos bajnok esélyes csapathoz, úgy gondoltam, hogy még benne van a lehetőség. Balogh József azt hiszem Nyírmegyese távozott, és Szabó Attila, ami a Nyíregyházának lett a kapusedzője, az a funkciója, magyarán mondva befejezte a pályafutását. Hát innen is azért sok sikert kívánok Soti havernak. Az érkezők listája még nem teljes, tehát próbáltunk azért fiatalítani a kereten rendesen, mert azért nem, tehát már azért korosabb volt a társaság. Debrecenből jött Ladányi és a Gyöntomi. A Ladányi, én úgy gondolom, tehát én még nem láttam, most ismertem meg, egy nagyon képzett futballista, szerintem vele nagyon jó járunk a középpályán, Gyöntomi egy belsővédő, és helyi fiatalokra építve Tyukodról igazoltunk egy középpályást, és Mérkvállalról egy támadót. Szóval ezen kívül még szeretnénk igazolni azért támadót is, próbajátékon van egy román fiatalember, és a védelmünk is, én úgy gondolom, még kell erősíteni egy kicsit, és kapusposzton természetesen. A korábban az NB3-ban is bajnoki címet szerző nagyecsed nem átszállójegyet szeretne váltani a megyei első osztályba. Szeretnénk a középmezőnyben, ha lehet, még az élbolyhoz tartozni. Hát reméljük, nagyon nehéz feladat lesz. Én azt mondom, nekünk ott azért az a vidék másabb, mint egy nyíregyházi környéke, de megpróbálunk, tehát normál csapatot felépíteni, ne legyen olyan gond, mint két év, amikor kiesett a csapat. A nagyecsed a hétvégén Nyírmadán lép pályára felkészülési mérkőzésen, majd szerda-szombat ritmusban követik egymást az edzőmeccsek. Ádámszkijék részt vesznek egy fehérgyarmati tornán is.